Sziasztok, Idója, ez után folytatjuk a Phoenix Wright Ace Attorney 4. epizódját. Az előző részben már a második nyomozáson túlestem. Nem, ahol kiderült, hogy egy öregú lesz a következő szemtanú, de ez nem fog... De most jöhet a második per, de ez nem fog jól esélni. Ezért nem lesz jó végkimenetel. December 27, 10 óra. 4. bíróság, 3. bíróságtere. A védelem készen áll. Már megint nem akarja kinyitni a pofáját. Ez ugye úgy mondja, hogy ez már készen áll. Ki a bíró itt? Egyébként. Hát úgy tűnik változtat a stratégiáján, de... Vált helyett inkább. Három perc alatt véget akar vetni a tárgyalásnak. Ez a barom. Csendben. Hát ez aljas módon akar véget vetni ennek a pernek. Ezért most így az öreg urat. Taknyos! Nagyon el tud aludni, az biztos. Nem kell mondani, ezt már másik nyomozásból megemlítettem. Tehát a hajót bérel. Tehát ott volt a helyszíne. Most jött a valamás. Tehát nem tudjuk még, hogy ki ez a barom, úgyhogy... OBJECTION! Várjunk! Mi? A tanú nem említette a nevét? De ez a barom már megint tiltakozik. Vagyis, hogy nem kérdezte. Mi az, hogy együttműködni, te faszfej? Emlékezek, kiesése van. Tehát nem tud, nem mondhatja ki a nevét, de ez hazugság. Most már megint fújtatja a taknyát. De három napról tud valamit mondani. Tehát tud valamást tenni. Jött valamás. Gyilkosság nap. Estéje. Azt hazudja, hogy étteremben volt. Ahol bérelte a... hajókat. Ezt hallottam, beengedj. Tehát látott egy hajót. És még egy lövést hallott. Tehát ment vissza a helyére a hajó. És azt az embert látta, aki az ablaknál volt. Ne, tehát jönnek a kezdkérdés, egy csak hogy... Már megint tiltakozik ez a barom! Mi az, hogy semmi, te faszfej? Mi az, hogy semmi szükség rá?
Egy lófaszt! Mi az, hogy az ítéleted? Azt már nem! Nem az, hogy kiesít a 3 percre! Na, most már érzi a fájdalmat. Na, de ez még folytatása. Hát sajnálatok kell közlöm, hogy nem fog találni ellentmondást a szobában. Úgyhogy még iPhone-sokat tudok tenni. Így félután láthat. Hát itt hagyjuk így jár, nem vagyok. De ez a bal megint tiltakozik. Hogy kérdezte? Hát jól emlékezett erre. Van más is, aki ezt igazolt? A papagája. Hogy nem elég? És papagája az Jézus volt. Képő! És honnan jött ez a lövés? Már megint taknyolsz! Hát a tó. Hát ebben... És milyen tökéletesen végrehajtottam. Volt ott valaki? Nem olyan tanulisem. Két ember volt ott. Tehát két lövés hallott. Tehát ezt mondta Lotta is. Az ablakon láthattam. Ez ablakon kívül. A gúnyójában. Láthat? Hát az ember ott? Tehát a közelében volt, tehát úgy láthattam. Hát ez már nem is jelent jót. Probléma. A bánkű. A teljesen biztos. De, ja igen, azokat volt, hogy ez részem, hogy meghalt. Ezt adta hozzá. Így már nem tudok bizonyítékot mutatni. Ajjajjajjaj. Hát ebből már nem lesz, nem fog jó dolg kisülni. Ez a bizeték teljesen cáfolhatatlan. Mekkai rohadék. Megértem, nem tetszik ez az egész. Öltődik, hogy már az ügyvéd ellen vannak. De ennek értelmes lesz, úgyhogy... A csekse! Hát bebizonyítottuk, hogy nem lőhetett egy sor. De megint tiltakozott.
de nem is tud bizonyítékot mutatni az előzőre. Szóval, hogy másodszor lőtt volna azzal? Mit képzelsz? Ez biztos, hogy hazugság, de minden tökéletesen kiterjedt. Még egy! Objection! Jó. Szerintem beismerte egy ötös, azt mondta, első hiszem, hogy meghal. De ez az a szó az, ami minden így van. A hazugság mondott, meg mindig tiltakozik. Szóval mutassak bizonyítékot! Hát sajnos erre nincs bizonyítékunk. Na ilyen esetben már tehetetlen az ügyvéd. Szóval addig mindent ügyesen kitervel, csak hogy veszítsek. Neki ez a kiváló rekord. Elküldik a szemtanú. Most szemtanú jelentek arra, hogy hogyan van egy game over ebben a játékban. Tehát, mikor szokott game over lenni? Hát itt a válasz a kérdésre. A vádlott bűnös. És ilyen szövegek szoktak akkor lenni. És így mondja, hogy a tárgyalás berekezti. És mivel van, ér akkor véget, a tárgyalóterem becsukódik. De a tárgyalóterem nem csukódik be. Ki volt? Bizony nem csukódott be, tehát elkerülhetetlen volt, hogy kimondja a bűnös ítéletet. Ha? Larry Bat. Tehát Larry Bat beavatkozása megváltoztatta a végkimenetet. Mit keresel? Így kell hallgatnod. Ő volt a parkban a gyilkosság estén. Még nem volt biztos benne tegnapi. De most már emlékszik rá. A lövésre. Ő is hallotta. Miért? Tehát van át mindig rosszkor. Mi jelentsen ez? Az ideje már eldölt. Neked fel. Egy pillanat, Mr. Karma.
Szóval azt hallottad a lövés? Igen. A lövés. Tehát fönt volt a többi szignél, ahol mindenki meghallgathatta, hogy a tárgyalást. Tehát onnét jöhetett ki. És a valomásában hallottam valamit, ami hátrány, az ügyvéd hátrányára volt, és gondolta, akkor beavatkozik. Ahogy a filmben is. Már ő sem akarja hagyni a nyugban, hogy elítéljék az ügyész. Ez nem helyes. Azt akarja, hogy tegyen valomást. Csendő! Első alkalommal történt valami szokatlan. Nem tudja eldönteni, hogy mi a hely. Hogy hogyan döntsön. De minden a véget akar ennek vetni, ennek a barom. Tehát itt lenne a másik esély, aki nem más, mint Larry Bar. Ő tud valamit, amit felhasználhatok még a gonosz ügyész ellen. Nem szabad, hogy itt még egyszer a bűnstételtet megadják. Szóval... A kötelességük meghallgatni a következő szentag. Most rögtön. De ez egy időpocsékolás. Még hogy nem lehet visszavonni? Tehát a döntése az, hogy kötelessége meghallgatni minden szemtanút. Meg kell akadályozni minden pontatlan ítéletet. De hát nem szabad, hogy hiba is legyen az egész valomásban. Hogy minden valomásban, tehát... Mert annak hisz, akinél lát bizonyítékot. Tehát visszavonta a bűnös ítéletet. Tehát ilyen is előfordulhat, hogy mond egy bűnös ítéletet, de ilyen esetben vissza kell vonnia, de van egy kivétel. Akkor kivétel az ilyesmi, hogyha a vádlott tényleg bűnös. Visszavonta, úgyhogy a következő bűnös ítélet már tényleg game over-nek fog szállítani, és becsukódik a tárgyalótelen. Szóval már őt is ki kell hallgatnia. Tehát 5 perc pihenőt tartana. Tehát most egyelőre belekezdi a tárgyalást. December 27, 10 óra 28 perc. Tehát 28 perc a kezdéskor. Ez megint közel volt. Bocs, hogy tehetetlen voltam. Hát ott rosszabbat. Csodálkozik azon, hogy mi a terve Larry. Tehát a tónából tört az este. Tehát az acél szamuráj Luffyát kereste. És megtalálta azt a... levegős gázmaszkot. Hogy mi a gó? Miért van az új lenyomata a fegyveren? Ah,
amikor a tóba esett, akkor megzavarodott bizonyára. Nem értette, hogy mi történik itt, és nem tudott rendesen gondolkodni. És látta, hogy a pisztoly a hajón hagyta. De gondolkodás nélkül hozzányúlt. Biztos az is terve volt, hogy megfogja, hogy aztán a bizonyíték ráterelődjön. És oka sem volt rá. Itt a lehetőség most. Eddig tökéletes tárgyalásokat csinált. Tökéletesen felkészített szemtanúi voltak, meg tökéletes bizonyítékot is kitervelt, eddig is. Tehát ez a titkos fegyvere. Eddig ezért tudott győzni. Valami szokatlannak kell most szembenéznie. De most olyan valakivel kell szembenézni, aki nem tud felkészíteni, vagy a tanú nem is akarná, hogy felkészítse. És az az illető Larry. Tehát nem számolt vele, hogy még Larryt is ki fogjuk majd hallgatni. Tehát a lyukat Larry valomásában kell megtalálni. Tehát Larry valomásán múlik minden. Egyszerűen 21-10-35 perc. Tehát december 24-e. Arra, hogy tegyen valomást. Von Kálmának nem lett volna annyi esélye, hogy felkészítse a tanút. Reméli, hogy amit egyszer mondta, az igaz. Tehát a hajón volt ő is a tónál. Ezt a Luffy kereste. Amikor hazaindult, már hallott egy lövést. Hátra nézett, de nem talált semmit. Hazament, amikor meghallottam. Ilyet a keresztkérdés. Na most rettek, mert Larry Bass elég hülyén viselkedik. Kérdezem. Tehát egy lövés hallom. Tehát itt van egy érdekes ellentmondás. A nővérek még mindig nem tudja hívni. Akkor sincs az ide bizonyítékot bevetni. Objection! Várj egy kicsit, Larry. Tessék. Tehát egy
Lövést hallottál? Azt mondta. De Lada Hart 2 lövést említett. Ahogy az öreg úr is. Tehát 2 lövést hallottak. Hallod, hogy mondom? Figyeltél rendesen erre? Valami zavarta őt. Olyan, mint egy fogyasztó. Hogy legyen kedves hozzá! Nem biztos abban, hogy egy lövés hallok. Úgy lehet, hogy nem vagy biztos. Lehet, hogy ezt elvitette. Van más előtt hallgatott. A rádióját hallgatta a fülesén. Csende! Fejezzétek meg a fújolást. Stefan. Tehát rádiót hallgattad a fülhallgatón? És akkor mi van, bűn? Mindenki hallgat rádiót, mi a gond? Egy időpocsékolás? Rohadék! Nem kattintatok a decinápra. Bárhogy elsüllyedok. Te szánalmas! Most a rádióval kell folytatni. Hogy mit hallott a rádióban. Tehát akkor még szent este volt. Tehát rádiót hallgatok. Melyik hangosra egy jobban felmosította. És úgy hallhatta. Emlékezett valamit a DJ-ben. Tehát magas hangol. És mi a nem tud valaki nyugodtan hallgatni egy rádiót? Nem szabadország ez? Hát minden meg, csak hogy befeketítsen. Tűnök! De emlékszik valamit a DJ mondott. Tehát a lemez lovasról beszél. Hogyha hallotta azt a hangot, akkor bizonyára a zenét nem hallhatott. Egy DJ a zene közben szokott beszélni. Tehát a tónál hallhatta a lövést. Tehát így ezt kérdést kell, hogy feltegyék. Na itt meg iPunch! És mit mondott? És még tiltakozik? Ez pontatlan! Hogy mi jó? Számozta abból. Ez muszáj, hogy érdekeljen. Hogy mi ez? Mi kell, hogy érdekeljen? Nem tudod, csak amíg nem kérdeztünk. Tehát mit mondhatod?
Tehát egy szent estekor hallhatta. Régi szexi hangja volt. Hát az egy nevetség is. Most már viszonyítékot kell mutatni. Várjunk csak. Ennek kéne lennie. De azért nézzük meg a többit, hogy... hogy van még kis stimmele. Várjunk csak, azt nem, azt nem. OBJECTION! Ez biztos? Elég ijesztő vagy? Nem ijed meg olyan könnyen. Hallottad valamit a tanú mondott? Tehát azt mondta, hey, mindjárt karácsony van. Amikor hallotta a lövést. Tehát ez azt jelenti, hogy még akkor nem volt karácsony. Tudod... Tehát amikor hallotta a lövést, akkor még... szent este volt. De a lövést... éjfél után kellett volna halni. És itt van a bizonyíték rá. Amikor 0 óra 15 perc volt. Tehát itt van az ellentmondás. Csendet! Ez mit jelent? Tehát két tanú azt mondta, hogy... ugye fél után hallotta a lövést. De Larry azt mondta, hogy még egy lövést... egy fél előtt. Hogy egyszerű a válasz. Téved. Gyanús. Tessék! Hogy igaza van. Tehát a... éjfél előtt hallhatta azt az egy lövést. Bizonyítékom is van. Én igazán ez a fotó. Úgyis látjátok ezt az időt? 11:50 van itt. És itt van a szent este időpontja. Take that! Tehát ezt is Lada Hart adta, még azt a második fotót, még a második nyomozásnál. És az időpont akkor 11:50. De a fotón nincs semmi. Az az érdekesség, hogy miért nincs ott semmi. És hogy miért létezik. Ez automatikus kamera volt. És... reagál a zajra. Tehát akkor biztosan zajt hall. Zaj volt a közelében, és bizonyára azért aktiválódott a fényképezőgép. És ezért született az a kép. Tehát más szóval... amikor hallta azt a lövést, akkor még szent este volt. Tehát nem volt itt tévedés. Tehát 15 percig... 15 perc telt el éjfél után.
Tehát 25 perci különbség van három lövés között. És hogyan? Hogy ne legyen ostoba! Tehát zajokra reagált. Nincs bizonyítéka, hogy zajra reagált? Hogy tűzszeretés által is aktiválódható? Tehát jó az orra. És nincs visszaúte. Hogy tudom bizonyítani? Várjunk csak... Ja igen, már tudom! Na itt ezt olvassátok! Ez háromszor lőtt! Tehát itt a bizonyíték, háromszor lőtt! Ezért kell ez a fegyver! Széket! Ez a fegyver itt! Valami zavarja őt! Két szemtanú két lövés hallott! De ez a pisztoly háromszor lőtt! Most, de... tudtam, hogy... De hát a harmadik lövés, amit hallhatott, az bizonyára szentestekor történetett. De most már ez változást állt be ezzel. De hogy miért történt mindez? Tehát 25 perci különbség van a lövések között. Rájött a helyzet megoldására. Emlékszik a Roxanne szamuráj ügyre. Ugyanaz történhetett, mint amikor az alacsony szamuráj dolg történt. És hogyha nem jönk erre rá, akkor az a bűnös ítélete nem újra megszületik. De véglegesen. Nincs itt ilyen veszítény. Hát ez még mindig nem egy bizonyíték, hogy Mars Edgeworth ártatlan. Téves. Hogy nem egy... nem egy Edgeworth. Hát biztos, hogy egy hajó volt akkor. Még mindig ott a bizonyíték. De hát Edgeworth és Robert Hammond lehetett ott. Itt kell lenni egy ellentmondásnak, hogy miért ugrott bele valaki. Mert egy méternyi különbség volt kettő között, tehát így öngyilkosság nem lehetett. Tehát már se embernek kéne ott lennie, hogyha ez így volt. Véleménye szerint Robert Hammond 25 perccel korábban halhatott meg. Hogy az a boncolás jelentésben benne lehetett. Vagy várj csak, a boncolás jelentésben az van, hogy szentestékor vagy karácsonykor.
Hogy megőrültem? Ki volt ott? Ez akkor a következő. Murder és Hammond az nem lehetett, mert Edge-ről akkor fogadták el, amikor a hajón volt. Hogy onnan szállt ki. Edge-ről és Hammond, akkor meg... Akkor nincs ellentmondás, tehát egy válasz egyik erre. Edge-ről és a gyilkos. Tehát amikor 11.50-kor megölték Hammondot, biztosan Edge azt gondolhatta, hogy Hammonddel találkozik. Igen. És hogy miért ment oda este? Állítólag Robert Hammond hívhatta Edgeworthet a tóhoz. De Edgeworth nem tudhatta, hogy Robert Hammond hogy nézett ki. Tehát a gyilkos Robert Hammondnek átszázhatta magát. Ez is bizonytalanító. Tudni akarja a gyilkos nevét. Nem, az Edgeworth nem lehet, mert ő már gyanúsított. Lana hát szintén nem lehet. Viszont hogyan került volna a hajóra, hogyha... Ugye fotózhatott volna, úgyhogy a választ nem tudom. Nem tudja a nevét. Hogy mi ez? Hogy időt pocsékolt? Hogy azért nem tudjuk, mert nem árulta el. Az öreg úrra gondolt, ami gyilkos ki. Hogy ölhette meg Robert Hammondot. És hol tehette ezt? Tehát nem volt más hajó. Hogy miért mehetett a tóhoz? Talán a gyilkosság helyszíne nem a hajó volt. A gyilkosság helyszíne itt van. Take that! Tehát a hajós üzletben. Tehát az öreg úr találkozhatott az áldozattal, annélkül, hogy bárki láthatta volna. De meg itt tiltakozik. És hogy van bizonyíték? Tehát Larry vallomásában... Előbb... Először Larry volt még a hajón, de akkor keresett valamit. De aztán ki... Aztán megtalálta és... kiszállta a hajóból. Tehát pontosan itt hallhatta azt a lövést, tehát amikor lőtt, akkor ő itt volt. Tehát onnét hallhatta, ezért volt olyan hangos. Igaz, hogy... Fülhallgató volt a fején. De a lövés elég közel volt. És mi történt volna, hogyha visszatért volna a hajó? Tehát a hajós üzletben lehetett a gyilkosság. De mi történt a Gortónál? Tehát kezdjük az elejéről. De biztos vagy benne? Persze. Azon az este? Az öreg úr hívhatta Robert Hammondot az üzletre. És azonnal lőtt. Rálőtt. 11.50-kor.
Ekkor hallta Larry, hogy azt a lövést. Tehát, és akkor Robert Hammond felöltötte a ruháját, hogy úgy nézett ki, mint Hammond. Így vált Robert Hammondé. Tehát így történhetett, hogy és a gyilkossal találkozott. Tehát egy és az a gyilkos találkozott egymással. Mit se sejtve arról, hogy a tügyész hogy látja Hammondot örege. De akkor ki lőtt? Az öreg. De kétszer lőtt. De szándékosan mellé lőtt. Miért akar kétszer lőni, hogyha nem akart lenni senki? Ha kifogyok a magyarázatokból, akkor veszítek. És hogy miért jött kétszer? Hogy tanúkat küldjön el. Vagy a létrehozzon a szemtanúkat. Egy lövést hajtott végre a gyilkos, hogy biztos, hogy hallja valaki, és Lothar biztosan hallotta azt a lövést. Aztán várt egy kicsit, aztán még egyet lőtt. Majd a gyilkos beleugrott a tóba, hogy elmeneküljön. És szándékosan ott hagyta a hajónál a pisztolyt, hogy már Edgeworth megfogja, és hogy úgy lenyomott rajta legyen. Tehát ezért volt olyan meggondolatlan az ügyész. Most bizonyára nem tudhatta, hogy van ott egy automatikus kamera. És ezért lőtt kétszer. Hogy figyeljenek a hajóra. Tehát visszaúszott az öreg úr, és visszavettem Robert Hammond testére a ruhát. És a testet bedobhatta a tóba. Ez történhetett. Tehát a Gordonnál így történhetett az egész. Végrehajtó. Küld vissza a szemtanú. Öreg. Most a vádlottat hívják a válványhoz. Ez Rachel. Hallottad, amit a védelem mondott? Igen. Hát? Miért mentél a tóhoz azon az estén? Nagyrészt amit White mondott, az igaz. Tehát ő is kapott egy levelet. És Roman Hammond aláírásával volt ott. Tehát ő akarta, hogy Szent Estekor jön el a hajós üzletbe. Azt mondta, hogy valami fontosat akar közölni. Valami fontosat? Nem tudja megmondani, mit akart. Eltűnt a szemtanú. Ez is a terve része volt bizonyára.
azt akarja, találják meg, nem hagyhatják, hogy megszökjön. Tehát az nem tudom, eltűnt. Tehát így nem tud ítéletet mondani. Tehát ez, tehát még mindig egy... Tehát itt más lesz a helyzeté. Manfred von Kahn már csak úgy jösszetem le, hogyha kétszer születik, nem bűnös ítélet. Tehát ellene 2-1-re kell nyernem. Nem, tehát ez a bűnös ítélet nem született volna meg mindenképpen, mert legjobb az így is úgy is ott volt a tárgyalóteremben, hogy ő is szemtanúként jelentkezzen. Tehát az a bűnös ítélet az nem ért volna semmit. Tehát holnap akarják folytatni a tárgyalást, illetve inkább befejezni, mert ilyenkor már két ügyet kell befejezni. Az az öreg ura, akit még láttunk, az másodlagos ellenség. Az igaz ellenségünk a gonosz Manfred von Kahn. Tudni akarja, hogy ki az az öreg úr. Mert elég fontos lenni az neki. Tudni akarja, hogy ki ő. És most belekezdi a tárgyalást. December 21 óra 22 perc, bírósági negyed. Megcsináltam. De ez így is csak egy null. Manfred von Kahn javára. Tehát a harmadik peren két nem bűnös ítéletet kell majd szeretni. Mi ez a Larry-vel? Hát von Kahn nem tudta, hogy mit csináljon a valomásával. Tehát Larry nagy sincség volt. Tehát mentettünk ezzel egy napot. Hogy mosolyogjon egy kicsit. Hogy még nincs vége számára. Hogy érted ezt? Valami zavarja őt. És nem tudja, hogy mondja el. És kevés ideje marad. És gondolkozni sem tud. Egy rémálomról. Egy bűnözéstől. Amit ő követett el. Egy memória gyilkosságról. Folytatjuk. Tehát, nem felejteni, a bűnös ítélet Game War szokott lenni. De csak akkor szokott kivétel lenni, hogyha a bíró visszavonja, vagy hogyha a vádlott tényleg bűnös. Úgyhogy legközelebb innen folytatjuk. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámmal, lájkoljátok a Facebookon, vagy kövessetek Twitteren, és figyeljétek a weboldalamat is. Ne felejtjétek, hogy mindig frissül az a weboldal. Minél többet teszek fel, annál több oldal lesz. Úgyhogy búcsúzom mára. Sziasztok, legközelebb. Csukodj már be! Jöjjünk!